November 24-e óta minden nap 2 óra áll a nyugdíjasok rendelkezésére, amikor kizárólag ők tartózkodhatnak például az élelmiszerboltokban, drogériákban, gyógyszertárakban vagy a postákon. A megyei nyugdíjas szervezetek szövetségének vezetője azt mondta televíziónak, úgy lett volna értelme az idősek vásárlási sávjának, ha az érintett korosztály csak abban az időszakban tudna boltba menni. Tapasztalatai szerint az intézkedés a különböző generációk szembekerülésére is lehetőséget adott, ahelyett, hogy segítené, támogatná az együttműködésüket. Úgy látja, a nyugdíjasok zöme betartja a járványügyi szabályokat, azt azonban nem könnyű elviselniük, hogy most ritkábban láthatják szeretteiket, ismerőseiket, főleg azoknak, akik magányosan élnek. Mindenkihez nem jut el az a támogatás, bár nagyon sok település önkormányzat megpróbálja civilek útján, illetve a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók útján segíteni a bevásárlást, illetve a gyógyszerfeliratás kiváltást, de a 4 fal, amikor egyedül van, amikor nincs kihez szóljon, ez nagyon-nagyon nehéz. Mentálisan nagyon-nagyon sérültek, tehát sok esetben bizony úgy kell, szoktam mondani, lelket verni belőlük. Vannak ugyanakkor jó példák is, több idős hívja fel egymást telefonon, vagy küld újságokat egymásnak, hogy felettessék a gondokat. A járvány közben az idősek digitalizációját is felgyorsította, egyre többen használják közülük kapcsolattartásra a modern technikai eszközöket. Az alapvető dolgokkal sokan tisztában vannak, vagy a gyerekek, unokák tanították meg őket például az okos telefon kezelésére, vagy például önkormányzatok által szervezett számítógépes tanfolyamok keretében sajátították el az alapvető informatikai tudást. Azok lényegében rá is kényszerültek ezekre, akik távol élnek rokonaiktól. A karácsony megélése így is más élmény lesz, mint a korábbi években, az első azonban most a biztonság. A személyes találkozás, az ölelés az hiányzik mindannyiunknak, hiszen hozzátartozik mindannyiunk életéhez, különösen ugye a család, akikért élünk, vagyunk, dolgozunk, tesszük a mindennapok során a dolgainkat. Remélem, hogy megadatik az a családoknak, hogy karácsonykor együtt lehetünk, hanem akkor tudomásul veszük, hogy csak telefonon vagy fényképen találkozunk velük, hiszen az elsődleges cél az, hogy betartva a szabályokat, minél hamarabb túl legyünk ezen a borzasztó dolgon. Arra a kérdésünkre, hogy az eddigieken felül milyen más intézkedésekkel lehetne segíteni a nyugdíjasok helyzetén, így a járvány kellős közepén, az érdekképviseleti vezető azt válaszolta, a vitaminvásárlás támogatása és a maszkok ajándékozása is sokat számítana az időseknek. A tartósabb megoldást ugyanakkor az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése, valamint a kis nyugdíjasok juttatásának emelése jelentené.